foglalkozás, a munkavégzés egy olyan lehetőség, ahol az egymásban rejtő értékeket, az egymásban rejtő pozitívumokat fel tudjuk fedezni. Ezért az elmúlt 4 évben több mint 40 milliárd forint új Széchenyi terves támogatást fordított a kormány fogyatékossággal élők helyzetének javítására. Az ország legnagyobb fogyatékos sportversenyét rendezi meg a Máltai Szeretetszolgálat május 22-én Győrben. A nagy hagyományokkal rendelkező viadalt idén már 17. alkalommal hirdették meg, amint közel 500 sportoló és nagyjából ugyanennyi segítő vesz részt. A sportnapot először még csak városi szinten rendezték meg, majd később ez kiterjedt a megyére, idén pedig már országosan nőtte ki magát az esemény. Főleg most azok a fiatalok, azok a középiskolás fiatalok, akik bekapcsolódnak a segítő tevékenységbe, megtapasztalhatják azt, hogy milyen dolog is a másiknak segíteni. Tehát több oldalról is hasznos ez a rendezvény. A 17 év alatt nem csak a jelentkezések száma nőtt, hanem a sportágak is kibővültek. Idén kapcsolódik például a bocsa a versenyekhez. Az indulók között a legfiatalabb 10 éves, a legidősebb pedig már 70 is elmúlt. Magát a rendezvényt természetesen a polgármester úr Borkai Zsolt, illetve az önkormányzat is anyagi formában is támogatja, és azt kívánom a szervezőknek, hogy ez egy eredményes sportrendezvény legyen, akik pedig ide látogatnak, közel 1000 sportoló, azoknak pedig azt kívánom, hogy megfelelő és kellemes élményekkel távozzanak majd Győrből. A rendezvényre ígéretük szerint ellátogatnak a győri Eto futballistái is, hogy segítőként részt vegyenek a versenyen.